Na sziasztok srácok, én vagyok és ebben a videóban itt volnék a megújult honfoglaló főmenüjében. Ugye a honfoglaló talán az egyik legjobb böngészős játék, és hát telefonra adták ki először a megújult verziója, amelyben teljesen megváltozott a főmenü. Látjátok, régen egy ilyen falucskát kellett menedzselni, és igazából mi egy várból irányíthattunk a mi kis falvunkat, de most már egy lovaggal vagyunk, és őt kell előre vinni kalandokban. Úgyhogy menjünk is tovább a ranglistás játékok menübe, és igen, két játékmóddal kibővült a honfoglaló, a junior játékot kivetté, maradt a villámháború és a hosszú adjára, és lett egy új párbajmód, amely hát még sajna fejlesztés alatt áll, úgyhogy nem játszhatunk vele, viszont bekerült a szövetség, Amelyből ugye már a youtube on a Honfoglaló Arena csatornáján jó pár adás is, is, is született. És jó jól tudom, akkor Nessai vezette ezeknek a szövetséges játékoknak a nagy részét. Úgyhogy beszeretném mutatni a játékmodokat, és kezdjük is el a villámháborúval. Amit tudnék, hogy több térkép is lett, tehát most már lett egy világtérkép, egy... Románia, Csehország, Spanyolország, Oroszország, mindenfajta térkép. Tehát kibővült azért a honfoglaló. És itt a Magyarország térkép, hát ez ugye az alap térkép, és mi lovag, és ugye most már nem egy profilképpel kell játszani, hanem egy lovaggal vagyunk, ki kell választani férfi vagy nő, én már kiválasztottam, úgyhogy kezdjük is el a játékot, remélem tetszeni fog. Ó, és a világtérképen kezdünk egyszerre. Na, no, nagyon is jó. Nagyon is jó. Nem mindig Magyarországon játszunk, hanem most a világtérképen. Úgy is rég volt már honfoglalós videó, ugye hát leginkább még a kezdeti időszak volt, két-három rész, úgyhogy most már picit azért sűrűben lesz honfoglalós videó innen telefonról. És az ellenfeleink nem lesznek mások, mint. Felhőcskeks és Tomárszá. És akkor jöhet a terület foglalás első kérdés. Melyikében az a Gyurcsány Ferenc összedi beszéde 2006. És pontosan tippeltünk, de a, ő gyorsabban beírta a kék. Oly látjátok, a kék Európában van, a piros Ausztráliában, mi pedig Latin Amerikában választunk is egy területet, Észak-Amerikát már be is foglaljuk, az USA-t, ő meg Grönlandon fog. A következő kérdés. Az északi szélesség hányai fokán fekszik New Orleans? 42. És 30. Hát a legmesszebb tippe. Te nem igaz. Na mindegy. Válassza közben ott délkelet Ázsiát. Kék pedig válassza. Ó, Kínát. Ő pedig Indiát. Következő kérdés. Hány János nevű pápa volt? Ő 23. Igen, 23, mert az utolsó 23. János volt. Azt is két terület. Az egyik terület az legyen Dél-Amerika, szépen védjük magunkat. Ó, és következzenek, ó, Észak-Afrika, támadjuk a kéket, következők egyre. Hány éjsz azokban jön meg a magyar nyelvben a névelő? 18. 15. Már olyan korán kék találta el, kék az két területet, miénk egy. Kék, elég szépen. Hát mi csak itt Kanada vidékét tudjuk választani Alaszkával együtt. És akkor meg is volt a területfoglalás, most következik a harc. Másodikok vagyunk. 400, 400, pont az előnyem, meg a hátrányom. Kék támadja a pirosan. Mennyi 0,5 a négyzeten? Hát 0,25. Igen. Következő kérdés. Hány ütemű jár mód a lavaknál a vágta? Hát négy ütemű. Három ütemű. És a kék elesett a pirossal szemben. A piros elfoglalta a kéket. Mi pedig támadunk. Hát ne legyen vár támadás. Támadjuk Grönlandot. Az alábbiak közül mely sportolja nyert lengyel a olimpiai aranyérmet? Nem volt más, mint József Smith. De hogy Dennis Lewis? Hát ez Egyértelműen egy amerikai nép, Grönlandot el is foglaltuk, és átvettük a vezetést. Következik a kék. És Grönlandot támadja. Ki nem volt tagja a Beatlesnek? Hát George Martin. Mi mit tippel? George Martin. Hát igen. Következő kérdés. Hány évig minősül a gb 3 vezetői engedély kezdők? két évig. Bizony, hogy két évig. Végig is védtük a területet. Második kör. Ó, támadjunk várat. Támadjunk várat. Európa. Melyik festő alkotása Arnold Fini házaspár című kép? Arnold Fini. Uha. Fanaik. Igen, Jan Fanaik. Azaz. Következő. Melyik évben meg az Alfa Róma 75? Azt a -e 75 és 8... 82. 85-ben, na, elhasználtuk egy tárcsai segítséget, semmi baj. Egy torony lerombolt. Következő kérdés. Melyik város nevezetessége a Hovkirhe? a Hofkirche? Az Dresdában van. Hofkirche. De hogy Kopenhágában, Dresdában. Na, utolsó torony gyerekek, gyerünk. Mely csata nem a mai Magyarország területén zajlott? Hát a Kassai csata. Volt Kassai csata? Nem is tudtam. Na nézzük a kérd. Jaj, hány év börtönre ítérték Déri Tibor a nagy íróperben? Nyolc. A papagáj szerint a helyes válasz. Nem is tudja. Kilenc. Negyven És legyőztük. Igaz, két segítséggel. De legyőztük. Itt pedig vannak emotikonok. Egy gyökörrázás. Ez az elfoglaltuk Tomászát. Elfoglaltuk a kéket. Na, piros következik. És mit támad? Melyik az, az, az Benjamin Franklin. Hát ő, am, hát ő Egyesült királyságbeli volt. Benjamin Franklin biztos. Mi van, piros is kiszen Egyesült államok. Vagy amúgy távol keletet támadta. Na, megjön a piros. Úgy látszik, hogy feladta, egy ez az emotikon. Úgy látszik, a piros feladta. Látta, hogy milyen okos vagyok, az feladta. Hát ennyi. Ó, Oroszországot támadja. Melyik a ló életkor becsülésének le? Fontosabb alapja. Szerintem a szőr árnyalata. És helyes válasz? a fogazat állapota, húha, fogazatra meg tudják mondani a Lóró, hogy hány éves. Uh -huh. Na, mi jövünk és támadjuk uh, Kína. Melyik az FC Barca stadionja? A Camp Nou, egyértelmű. Hát Barcelona Feneti, Camp Nou. A Stanford Bridge az a izének, a chelsea ne? Bizony, a Camp Nou. Azaz, el is foglaltuk szépen Kína vidékét. Utolsó kör következik. És ezt már megnyertük, gyerekek. Mivel a piros kiszállt, ezt megnyertük. Megint visszatállom a ez az Any Hall című filme. David Lean szerintem. Woody Allen. Nem, visszaért. Felhős Kex. Na, utolsó. Támadjuk a várat. Mi a langalló? Langalló? Kenyérlángos? Bad, az, az. Következő kérdés. Hány éve adták át a Golden Gate hitat? 1903, jól emlékszem? 1937. Hát igen, 30-as évben. Egy torony lerombolt. Na gyerekek, Tudunk. Melyik országban gyártották az Oldsmobilt? Hát az USA-ban. O... De hogy német orsz? <laughs> az Oldsmobilt, komolyan? Utolsó kérdés. Melyik megyében tartó Pomász? Na ezt tudja, Pest megye. Szentendre és Budapest között van. Utolsó kérdés: Melyik évtől van oda az igazság? Hát 1490, mert meghalt Mátyás oda az igazság. Ez az! Na látjátok gyerekek! Lehet ezt tudni! Ott az ökörrázás, és megnyertük! Totális győzelem! Hú, mind a kettőt legyőzte! Ez az! Hú, megnyertük! Hú, basszus, ez komoly volt! Következik a hosszú hadjárat. Na, azt is megjere, akkor már fasz a videók. Már játszhatnám Magyarország térképén is. Igen, vannak objektívek. Itt több van, mint a honfoglalóban. A régi verzióban nem volt. Csak amikor először kaptál meg ilyen fegyvert, akkor volt, hogy el kellett használni egyet, az kapsz ötöt. Itt már több van. Csánat. Na, meg, na hát most se a Magyarország térképen fogunk játszani. Hmm, világ térképen játszunk megint. Semmi baj. Semmi baj. Na, az ellenfeink rettenthetetlen és ors pete. Mi vagyunk a zölde. Piros kezd, rettenthetetlen. Elfoglaljuk, ú, Dél-Afrikát. Mi akkor foglaljuk. Ausztráliát. Na, és nézzük, a kék mit foglal. A kék meg befoglalja Szibériát. Na, jöhet a területválasztás. Amúgy a játékmódok nem változtak. Ő befoglalja Észak-Afrikát, én ezt a szigetvidéket, de nyugat -Ázsiát. Na, mi az x sorozat mottója? Az igazság oda át van? Igen, Hát kék nem tudta, az igazság oda átvon. Mi foglaltunk a pirossal. Na, következő. fogunk. ó, be is megyünk a várom mellé. Ó, a várom mellé, be is jövünk. Na, hát már így bele egy akcióval kezdődik a hosszú adjárat. Következő Hol hát, hát a Roberto Cavalli. Divatház helye. Olaszország. Hát ez egyértelmű. A Cavalli az egy olasz nép. El is foglaltuk szépen. Csak engem nagyon jól beszorítottak, úgyhogy nem tudok hova menni szinte. Aha, egy megyén van. Itt India. Következő kérdés. Mi volt Antonio Vivaldi eredeti foglalkozása? Antonio Vivaldi? Pap voltán? Igen, pap volt. Pap volt, főszentelt pap. De hogy asztalos piros nem tudta? Vezetünk gyerekek, már megint vezetünk. Hát ezt, ezt nekem találták ki. Ó, most én foglaltok majd területet. Azaz, Dél-Amerika. Mi a Rigli? Rigli? Nem tudom, használjunk egy kalapácsot. Zárszerkezet. De nagy rumos Zárszerkezet. A kék nem tudta. Ez zárszerkezet a Rigli. Mert rigli hallottam az izé. Étkezési alapanyag. Na, Latin-Amerikába beérkeztünk. Na, ja. Az alábbiak közül melyik város fekszik a Visztula partján? Hát Krakó, egyértelműen Krakó. Hát Vistula és Krakó. Varsót meg Krakót azt kötél. De a Genf, hát a piros nem tudta. Igen, fasz meg. Na, és akkor egy, figyelj, most jön a tippelés, most figyeljé. Hányszor töltötte a brit miniszterelnöki posztot William Edward Gladstone, aki csúcs tartó? Ötször. Helyes válasz? Négyszer. És a piros, a piros eltalálta. Nem baj, vezetünk, száz pont a vezetünk. Na, jöhet a harc. Száz pontos az előnyünk. Piros kezd. És támadja a kéket. kérte az Emil és a detektíve című műve. Erik Kessner. Egyértelműen Erik Kessner. Louis Carroll, hát mit gondol? Emil, ez egy névet név. Na, mi támadunk? Támadjuk a kéket, vár támadás. Milyen nemzetiségű volt Charles Goodyear? A vulkanizált gumi angol. Goodyear az angol volt. Következő. Hány forint a védett vörös áfonya eszmei értéke? 20 ezer? 10 000. 59? 20 000. Hát, picit megsokaltam az árát. Melyik Kovács Antal, jaj, Kovács Antal, nem tudom, cselgáncsozó volt? Igen, de aj kajakkenú, cselgáncs, ezt tippeltem, gyerekek, a tippmester visszatért. Na, melyik együtt a jó pol hát Beatles, hát, aki ezt nem tudja, azért, de hogy ACDC, utolsó tikkére, melyik évben jelent meg az első kincses kalendárium? 1900. 18, Ja tényleg a milleniumkor, bazd meg. Mármint a manóba. Na mindegy. 1896-ban biztos használ. Na, támadja a pirosat, kiszerezte a teremtést. Című zeneművet, hát Joseph Haydn. Haydn. Hát ki más, mint Haydn? Alexander Porfijevics Borodin. Porf 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 Persze. Kövi kérdé. Mit találtak a Szibéria Júribej folyó partján a jégbe fagyva 2007-ben? Hát egy mamut bébit. Meteorita, piros nem is válaszolt. Mamut bébit, ezt ismerem, ez egy ott. Na, most elfoglaljuk a kéket. És itt még nem tudom, van-e tematikus támadás, de szerintem itt nincs. Hát az Londonban? Hát a Big Ben. Big Ben harang, óratorony. Nagymesteri palota, nem hiszem el, legyőztük a kéket. Egy rázás. Ott van, a kék területeit is foglaltunk. Hú, gyerekek, most már a pirosra vagyok nagy veszélyen. Na, jön a piros, támadja Dél-Amerika. Melyik szoros szabályozáson a tervék készítette a vásárhelyi pár? hát a vaskapujét. Gibraltári. A Gibraltár szorost azt nem is szabályozták sose. Isten, basz, nem igaz, meg. Ő jön meg, megint Dél-Amerika. Hogyan jövök helyesen? Alanyi jog. Külön írjuk. Alanyi jog. Kövik élni. Ha egy társaság... Ó. Ezek tanultuk 30 kocintás hallatszik. 10. Ja tényleg, mert mindenki mindenkivel. Na mindegy. Elfoglalta Dél-Amerikát. Még a várat támadjuk? Na, mely folyamat eredményezhet tejsavat? Hát a légzés, az erjedés, az erjedés az tejsavat képe. Mi a franc? Na mindegy, vezetünk. Ő jön. Ó, és meg is támad szerintem. Ó, vártam el. Milyen színű a holland labra válogatott meze? Hát narancsárga. Narancsárga. Hát a nem lennél focifan, akkor nem tudnám. Na gyere! Melyiké visszatudtál vele a Híd a Kváj folyón című filmet? David Lee 71. 57. Jó! Oké. Okay. 57. David Lean tényleg ilyen 60-as években itt. Na, még két kör van hátra. Támadjuk a vára! Az alábjegyző melyik? Itt ala a Hát az Amaretto. Egyértelmű advokát, hát dehogyis, is, az Amaretto. Ez ilyeneket ki lehet találni név alapján is. Ki szerezte a kék Duna keringőt. Na, ifjabb Johann Strauss. Végre. Valami jó kérdés, Johann Strauss. Verekedjünk. Melyik évet én meg az első budapesti nemzetközi válság? 1896. 1925, semmi baj. Semmi gond? Egy tornya maradt komolyan? Nagyere, gyere, na gyere, lenyomla. Hol a magas sótartalmáról híres medvetó? Hát Romániában. Erdélyben. Magyarországon. <gül> <gül> Ezt nem hiszem el, gyerekek. Elfoglaltuk. Ott az ökölrázás. Meg az ez az. Hát kettő totálisan akkurátus győzelem. Megvan az első, Én megint legyőztük őket. És következő a szövetség. Itt ugye egy térkép van, és megpróbálja legyőzni a sötét nagyurat. És egy mizafír az ellenfelem. Vagy hát te segítő, mert az ellenfelem a sötét nagyúr. Na gyere, sötét nagyúr. Ú, le fogom győzni a sötét nagyurat. Azért is hogy tök jó volna a várom elé terjeszkedni, csak az lesz a baj, hogy nem tudunk a várom elé terjeszkedni, mert eleve nekünk is bekövédeni a várat, meg neki is. Hát akkor próbálok egy kicsit taszítani a sötét nagy úron. És a tón nem lehet amúgy átkelni. Most akkor én fekete, jön a sötét nagyú Miért engem meg ide délre leszorítottak? Na mindegy, mindegy, mindegy! És itt amúgy választós kérdésekre kell majd válaszolni, és úgy nyerünk terület szerzési jogot, amit aztán a sötét nagy úr újra el fog venni. Na, és akkor jelentnek a kérd A feleletválasztós kérdések. Első kérdés. Melyik mese James P. Sullivan szörnyerté? Mindenki tudja. Sullivan az Ma James P. Sullivan az Mike pazowski a nagy köverje. Na, el is foglaljuk szépen. Aztán egyet, jaj, ződike csak foglal, de jó, jó, nagyon jó. És nyilván tőle veszek, a következőként. Melyik ezt 100 g tartom az a legtöbb fehérjét? Hát a rizs. Nem? Csak te találd el. Ma a legyőzik a várat, akkor nem jó. Nem. A parmezán sajt. Abban van a legtöbb fejére. Ú, az meg két torony. Ú, jaj. Ne győztek, Nem hiszem el. A fenébe. Na, nem érdekel. Nem érdekel. Nem érdekel. Újra. Újra próbálkozunk. Azért se adom fel könnyen. Pittypong nulla. Nulla most. Csapattársam. Jöjjünk a kékek. Ó, nagyon jó. Jönnek a távolabb. Na gyerünk, le kell győzünk a sötét nagy Urat. Azért is, engem nem érdekel, legyőzzük a sötét nagy Urat. Foglaljuk is el szépen a területeket. Én már bevédtem közbe a várat. És terjeszkedünk előre. Sötét nagy Ura, az két megyére szeretnék lenni. Persze, hogy a zöld elzárja az utat. Milyen egy idióta, hallod-e? Jézus Isten. Az ember azt akarná, hogy a sötét nagy úr izéjen. Hmm. Na jó, van. Jönnek megint a feleletválasztós kérdése. Sötét nagy úr most nem fog győzni. Ne első kérdés. Melyik sportában nyert időszámításunk a 309 a olimpia bajnosa? Küniszka spártai versenyző. Kocsi verseny. Bizony, hogy a kocsi versenyben. Hát a nőknek mi illik? Hát kocsi verseny. Na, folyamunk ki se megyét. Zúgy. Oda bejött a kék szín, zöld. És nyilván, hogy tőlem veszi el. Na, kövé kérdé. Kérdezte a hidak folyón, hát ez az elő volt. David Lee. Tök hogy ez az előző játékban volt. Ő meg nem tudta. David Lee. Juhú, hidak Kvályi folyón, az jó film. Ne elvette, semmi baj, én visszaveszem, és mi mindig vezetünk. Jó, most már volt verseny van. Milyen eredetű étel a Pieskavica, szerb, jugó. Én szoktam olyan tenni, Pieskavicát. Szabakai piacon lehet kapni, nagyon finom. Nagyon finom étel a Pieskavica. Ajánlom, hogy próbáljátok ki. De miért tőlem veszi el? Nem értem. Kifestette az, a Kifestette az ez a Szent Margit halála című képet. Csontvári? Nem Csontvári? Ki? Molnár József. Ó, nem igaz. Na mindegy. Vezet a sötét nagy úr, na mindegy. Le fogjuk győzni. Jaj! Mire használják a sámfát? Sámfát? Hát ruhamosásra nem igaz. Lábbeli készítése, tényleg. meg nem, nem igaz. Egy tornyot veszít. Egy Tonyot vesztett az őt. Hú, jaj, jaj, Megfajó partján fekszik Nyizsnyi Novgorod. Hát a Volga, hát ez egy ruszki város. Nyisnyi Novgorod. Mit gondolt a Várdár partján? Vagy mit gondolt? Ne, 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 ne. Nem? ott van, megvédtem. Nem mond egy Né, ne. Vége. Anonymous szerint ki volt Árpád vezér apja? Hát álmos. Találd de! De ezt hogy nem lehet tudni? Ezt hogy nem lehet tudni? Ezt hogy? Na, nesze. Nem, vége. Vége elfoglalta vára. Hát már megint a jó édes életbe. Nem igaz. Nem érdekel. Nem érdekel. Még van idő. Megnyerjük. Meg fogjuk nyerni. Sötét nagyokra. az ellenfelünk. Steff. Na gyere, Steff. Győzzük le a sötét nagyúrat most már harmadik próbálkozásra. Vagyunk mi zöldek. Jó van, zöldek vagyunk. Válasszál már! Nem értem, miért tart ennyi ideig választani. Hát én egy másodperc alatt kiválasztom, hogy hova megyek. Istenem. Látjátok, ha egyik player nem jó, akkor a másik megbaszhatja konkrétan. Ez ennek a játékmódnak a nehézsége. Bocsánat, majd káromkodok, de hát most... Vaze. Véz. Az. Vaze, de komolyan, komolyan. Nem szabad a várunk köré terjeszteni. Ne, ne, nehogy elfoglad. Jó, véded a váradat, jó? Legalább már csak egy félig idióta csapott az előző. Jó, megyek, fenyvezzukba menjek, vagy nem tudom hol. Hm, nem, hagyjuk meg ott a legtávolabbit. Nem baj. Ó, sötét nagy uroda bejött nem baj, ott, ott, fogjuk támadni. Na, első kérdés. Melyik esemény történt Nagyimre Imre miniszterelnökség, Hát az 56-os forradalom. Tudjad, tudjad. Jó van, Nagy Imre. Hát én lehet az élet újra a miniszterelnök Nagy Imre. Az 56-os forradalom miatt. Jó, az aztán, ja, ú, nem tudok belerontani, nem, akkor én itt hátul, hátul védem, hátul védem le. Te Kinek ki, a műve az engedjetem hozzám jönni a szavakkal? Krúdi Gyula? Nem. Akkor ki ő? Ő se tudja, gondolom. Sütő András. áj a fenébe! Ne, ne! Még egyet bele. Nem hiszem el. Milyen nemzetiség George Claude? Skót! Basz, nem, nem. Georges francia, ne, ne, és lerombolta. Nem, visszahozza, hoz vissza, hoz Hozz vissza, te, 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 te. Nem, Sötét Nagyúr győze. Nem hiszem el. Hát, nem hiszem el. Nem hiszem el. Nem tudjuk legyőzni a Sötét nagy urat. Nem érdekel. Nem érdekel. Hány percet tart a felvétel? 26 perc, fél óra lesz a videó. Most egy orosz az ellenfelem, nem érdekel. hogy ellenfelem segítőt te. Meg kell nyerni! Addig nem lesz ennek a videónak vége, amíg a Sötét Nagy egyszer le nem győzzük. Mert én is már legyőztem. Én egyedül le tudnám győzni simán a Sötét Nagy de hát ez kettes játék Két személynek a izéje összefogunk szövetségbe, azt harcba lekőgyőzni a sötét nagy de hát nem tudjuk, mert állandóan bénák vagyunk. Na mindegy. Kék is most mit csinál? Komolyan. Ha megy rá a, megy rá az izére, sötét nagy nem az, hogy védekezne. Nekem kell hallod védekezni nélküle. Aj, bazd meg. Akarom mondani, hogy van Jó, jó, komolyan itt vagyok a... Ja nem, azt hittem ott vagyok a vár mellett. Na mindegy. Na, tip kérd... kérdés, találjon meg, kérlek. Milyen, melyik az egyetlen őshonos nemzeti kincsi nyilvánatot nyúlfajunk? Hát a pannon fehér. Nem. A magyar óriás nyúl. Hát is ismerem. Kék választ. Sötét mondjuk meg kettőt választ. Ott foglal el. Meg nyilván az enyémből. Nem, kéket foglaltam, mindegy. Melyik egyesület vagy jogelődje nyerte meg legtöbbször a férfi labdarúgó magyar kupát? A Fradi, Ferencvárosi TC. Bizony, hogy a Fradi. Hát a Ferencváros, hát egyértelműen a Fradi. Hát ki más, nem mint a Fradi. Ez egy olyan egyértelmű kérdés. Na, és nyilván tőlem veszi el, na mindegy. Melyik filmben nyújtott alakításáért kapott Oscar díjat Tom Hanks? Hát a Forrest Gump. Bizony hogy a Forrest Gump. Na végre, végre, gyerekek, végre! Na. Itt belerombolt a várba, gyerekek belerombolt a várba, egy tolnya ledölt. Ha az három szarvot lemegy, akkor vége. Kell kezekérde. Melyik divatházat alapították később? Segítsé. kaváli vagy a Hil Hilfiger! Tommy Hilfigger. A Hilfiger? Hát az Armani az biztos, hogy valami... Korai. Na, megtámadtuk a várat! Gyere, 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 add be, add be! Ó, egy kérdés kell, és legyőzzük a sötét nagy Nem baj. Mi a rondella? Körbástya. Na, legyőzzük, legyőzzük! És legyőztük! Körbástya, na végre! és legyőztük a sötét nagyurat. Negyedik próbálkozásra legyőztük. Azt a mindenit. Ezt nem hiszem el, gyerekek. Azt a mindenit. Na jó, még nyomunk egy villámháborút a végén, és elköszönök utána. Most a magyar térképen szeretnék játszani. Játék? Megengeded? Magyar térképen szeretnék játszani. Játszhatunk magyar térképen? Kérem. Várakozunk, várakozunk, de nem akarok. Na, a magyar térképen az ellenfeleim nem más, mint vendég CMCP és vendége 3 nk Jöhet a tip kérdés. Első tipkérdés. Hány forint az eszmeérték a Rákosi Viperának? Egy millió? Igen, egy millió. Hát ezt elmondtam a Bugasz vlogomban, hogy egy millió forint. Ezer forint! Ezt elmondtam a Bugac pusztai vlogomban, hogy egy millió forint, úgyhogy vigyázzál rá. Vigyázzál rá. Na, Györmoson, Sopronban vagyunk és vezetünk is. Következő kérdés. Melyikében évben a száz éves háború? 1648 köbben? 1453. Az egy másik háború volt, semmi baj. Két terület. Jó, megint a piros kapott. Ó, semmi baj, hát ott van Pest megye. Kövi kérdé. Melyik született Rázár Ervin? 1903? 1936? Megint én tippeltem le. Mi van itt? Na, bács kiskun, na! Hazamegy émet. Foglaljam csak el? Ő befoglalt. De mit csinál? Jó, jász nagykun, na figyeld! Eddig hány hónap, két és fél év? Hát 30. Két év év 30 hónap, nem? De! 28 12 Nem hiszem el! nem hiszem el, bassz meg nem igaz! Komolyan! Komolyan, basz, meg ilyen kérdések nem tudják a választ? Következő kérdé. Hány fog az aranyolvadáspontja? pontja? 222? 1064! 14 fok! Hát ez, ez, ezek marha balfaszok komolyan. De ennyire hülyék, hogy lehetnek? Hát én nem tudom. Csongrád csanád. Utolsó kérdé. Hányszor rendezett szocialista Európa labdarúgó elbét? Háromszor. Egyszer. Ja, se, nem a Ja, NDK. Na, békés az utolsó. Hát vezetünk. Maximálisan vezetünk. Na, piros kezd. Nem tudtak eddig legyőzni. Öt Milyen cserkész volt a Bruce Willis által alakított Joe Tony Scott? Ő volt az utolsó, szerintem. Bruce Willis? Igen, az utolsó. Na, ja, látjátok, gyerekek. Abszolút movie. Abszolút movie. Na, én jövök, támadom baranyát. Na, még összetevő nem kell a frankfurti levesbe. Élesztő az minek? Levesbe élesztő. Az a kegyérbe kell élesztő. Hány templomja építése tervezte meg Christopher Wren Londonban az 1660 tól Után 30, 51, annyi templom. Ha Rómában van 900, következő. Melyik ország nem lőtt fel saját rakétája, a saját, saját űrhajót. India. India az még nem, a szegény ország. Következő kérdés. Melyikében indult az első trollibuszjárat járat Pesten? A várjál, most melyik? 33, gondoltam, hogy az óbudai. Gondoltam, 33, gondoltam, hogy az az óbudai. Kövek, utolsó kérdés. Mely csatánk volt 1526-ban? A tragikus Mohácsi csata. Na, na hát nem rossz, szerepelnek kövek. Melyik a legyek ura mikor jelent meg? 1992, 54. Nem ismertem a legyek urát. Legyek ura. <laughs> Aj, az meg, ez miért? Ez mi? Kék meg szerintem abszolút totál kár. Azt lehet, hogy kész, engedtem. engedem. Minek a négy a triangulum? Hát északi háromszög. Ökör hagycsár <laughs> Komolyan. Komolyan ilyen bénákkal vagyok? Nagyere? Na gyere. piros, ennyi. Melyik mondás költés, de rövidebb? Ó, hát én ezt nem tudom. Kuvik. Mit tudom én? A cheese. Cheese. Kuvik. Jaj, most egy komolyan mondom. Igaz. ja. Jaj, maradunk. Engedtám. Ki el ebben az év női sportolója Magyarország. hosszú Katinka, ki már? Kárász Anna. Na persze. Miért támad engem? Melyiken egy George Michael? 30-ba? George Michael? Úgy valahogy. 63. Hát pont, nem? De 63. De annak azt hiszem ciprusi volt az anyja, nem? Vagy valami görög származású, azért. -e? Ilyen görögös neve volt. Mi nem kell, a csilisbabhoz. Hát, tojás. Ki a franc szeretne a csilisbabba tojást tenni? Bab! Nem hiszem, hogy az úgyet! Istenem, a következő! Olyan beszélzik a Párizsak az eiffel Hát a az öreg hölgy. Csúnya banya. <laughs> <laughs> Jó. Melyik a belga, ami Belhúz. Egyértelmű, hogy belhúz. logikát követve. Utolsó tipp. Hány a száz határos Or Oroszország? Legalább 12-vel. Hattal. 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 És legyőzte. Na mindegy, így is vezette csak két megyét vett el. Piros a kéktől, de várjál, rátámadok a vára, és gyerek, figyeld, figyeljé. Támadja a váramra, úgyse tudsz, mert béna vagy. Na, nem támadsz. Ja, várj, egy tornyot újraépít. Melyik a jó fedélzeténi talál a japán a kapituláció tehát a misszurin a kapitulációt. De hogy a San Gabrielen, a Missourin. Yes. Ú, uh, nagy gyere! Hogy ennyi Zsúrkenyér, egybe. Egyértelműen egybe. Gyere, két tornyot kell még lerombolni. Mennyi kettő? Ször négyből a három, kettő. Ó, oh, kilenc, száz kilenc század másodperccel. Ú, uh, a matematika. Na gyere, utolsó. Melyik magyar kutyafajta? Hát a kuvasz. A spániel. Az. Yorkshire terrier. Ú, kérlek legyen me. Hány gát van? 400 méteres gátutás. Na, 19. Helyes az? 10. Jó, ja, mert 40 méterenként van. Na, jó, nem adta be, de várjál, még van egy kör. Várjál. Várjál, hát ezért nincs. Érre, támad a várom. Kiszínész. Szabó győző. Szabó győző, hülye vagyok. Nem, szabó győző, ennyi. Minimum hány fék a közúti forgalomban lévő kerékpár. Kettő. Hát kettő, Egyértelmű kettő-e. Nekem is két fék van a Utolsó, nagy gyereke. Lesz egy totális győzelem. Melyik énekes nyert? gremidig a Sebestén Márta. <haz> Ott van! Ott van gyerekek! Ott van gyerekek! Ott az ökörrázás. Ez az, és ez. gratulálok, ez jó meccs volt. Totálisan akkurátus győzelem. Na gyerekek! Innen, ó, és kész is a küldetés. Ú, mennyi mindent kaptam. Kaptam mitrát, meg koronát. De jó, meg parókát. Na srácok, ennyi lett volna a megújult honfoglalóból a bemutató videó. Szeretnék még több videót is, mert bajnokság, meg párbaj bemutató még lesz, meg a térképeket is be szeretném mutatni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, lájkolj, iratkozzatok fel, köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Ami még eszembe jutott, hogy köszönöm szépen a 400 helirakkozót. Most már lassan itt az 500, és utána az 1000, és Onnan tovább a több ezer feliratkozó. Na de köszönöm a figyelmet, sziasztok!